Fórum a Hegyvidéken, középpontban Európa jövője és az elmúlt évek családpolitikai intézkedései. A néma gyilkos szívinfarktust, sztrókot és vakságot is okozhat a magas vérnyomás. Beethoven Budán Fesztivál, 8 helyszínen 18 koncerttel várják a zenekedvelőket. A Budai Híradót látják, 19 órakor, jó estét kívánok! Európa jelenével és jövőjével kapcsolatban tartottak fórumot a Hegyvidéken. A rendezvényen az elmúlt évek családpolitikai intézkedései is terítékre kerültek. Az elmúlt 8 évben megduplázódott a családok segítésére fordított költségvetési támogatás. Mint ismeretes, júliustól indul az újabb csomag. A csok kiterjesztése, a friss házasok által felvehető 10 milliós kedvezményes hitel és a nagycsaládosok visszanemtérítendő autóvásárlási támogatása. A kormány ezekkel is a gyermekvállalási kedvet szeretné növelni, hogy az itthon szükséges fiatal munkaerőt főleg magyar családok adják. Többek között ez hangzott el azon a fórumon, amelyen az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára is részt vett az európai parlamenti választásokra készülve. Május 26-án minden magyar embernek lehetősége lesz arra, hogy beleszóljon Európa jövőjének az alakításába, és Európa jövője a gyerekeinknek, az unokáinknak a jövőjéről szól. Tehát most, amikor május 26-án mindenki élhet a választási jogosultságával, akkor arról dönt, hogy milyen Európa lesz majd 10, 20, 30, 50, 100 év múlva. Én bízom abban, hogy Magyarországon nagyon sokan látják azt, ezt igazolja vissza minden kutatás, illetve akár a nemzeti konzultáción való magas részvétel és az ottani támogatottság, hogy Magyarországon a jövőt a magyar gyermekek születésében látják, a magyar fiataloknak a támogatásában. Tehát Magyarország nem a bevándorlás támogatásának az útját fogja választani a jövőben sem, hanem mi azt szeretnénk, hogyha a vágyott, a tervezett magyar gyermekek megszülethetnének. Erről szól a magyar családpolitika, ehhez fogunk a jövőben is minden segítséget megadni, hogyha megkapjuk ehhez a megfelelő felhatalmazást. Magyarország madridi nagykövete szerint soha nem volt ilyen izgalmas az EP választás. Győri Enikő is úgy gondolja, fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni, és bízik abban, hogy a választások után nem a mostanihoz hasonló megbélyegző politika érvényesül az Unióban. Vitatkozzunk, legyen egy nyílt vita, de ne osszuk fel jókra és rosszakra az országokat. Mostában nagy divat ez a címkézés, és minket rossz azért, mert olyannak szeretnénk maradni, amilyenek voltunk. Nem kívánunk betelepíteni másokat. A segítség az egymás történet. A segítséget el kell vinni oda, ahol szükséget szenvednek, de a problémájukat nem kell idehozni. Meg lehet találni a megoldást, sokkal racionálisabban kellene gondolkodni. Abban bízom, hogy ezek az erők, ezek nagy számban jelen lesznek az Európai Parlamentben. Senki nem akarja Európa végét, azt gondolom, hogy komolyan gondolkodó ember nem hiheti azt. Hát mindenhol sokkal jobban élnek az emberek az Európai Unióban, mint éltek a tagállamokban mondjuk 50 évvel ezelőtt. Magyarországnak is fontos az Európai Uniós tagság, de ennek örve alatt azért lehessen kérdezni és lehessen kritizálni, mert hogy nem ment minden jól az elmúlt 4 évben, az egészen biztos. Bevándorlás ügynek az egy rendkívül fontos, szerintem pozitívuma, mindaz a negatívum ellenére, amit hozott, hogy egy mára egy terebélyessé vált vita indult a kérdésben, ami már nem csupán arról szól, hogy hol vannak az integráció határai, hogy párhuzamos társadalmakat miért nem akarunk mi Közép-Európában, hanem identitás kérdések merülnek föl, és ennek valóban az a része, hogy miként képzeljük mi el Európát 10 év múlva. Kérdezni a mostani fórumon is lehetett, és sok kérdésre épp Győri Enikő adta meg a választ. A Spanyolországban szolgálatot teljesítő nagykövet külhoni tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. A 6 éves korától a Hegyvidéken élő diplomata az Európai Parlamentben is képviselni az itt élők érdekeit. Külföldre, külszolgálat erejéig elhagytam a Hegyvidéket, de most is itt lakom, és nagyon erősen hegyvidéki polgárnak érzem magam. Az általános iskolájámat nem csak én végeztem, hanem a nagylányom is, a kicsi nem, mert ő most külföldön járt iskolába, és azt hiszem, hogy nagyon nem is tudnám Budapesten máshol elképzelni az életemet. Szerintem ez egy gyönyörű kerület, én nagyon örülök, hogy itt lakhatom, a szüleimmel kerültem ide, és hát a férjemmel mi is itt maradtunk, és látom, hogy pezseg, fejlődik a kerület. Csodálatos ez a helyszín, ahol ez a mai fórum lesz. Én nekem nagy szívfájdalmam volt, nagyon sokszor megyek el itt az Ugligeti úton, hogy úristen, milyen sok évig állt kihasználatlanul ez a gyönyörűség, és hát most szebb, mint fénykorában, vagy szebb, mint újkorában, és újra fénykorát élni. A kontinens jövőjéről döntő európai parlamenti választásokig az elkövetkező hetekben több szakterület vezetője ad majd tájékoztatást a hegyvidéki embereknek.
Útfelújítási munkák kezdődtek a hegyvidéken. Többek között a Kartaúzi utcában, a Csipke és a Fogaskerekű utcában dolgoznak a következő napokban. Május 7-éig több utcát is időszakosan lezárnak a forgalom elől. Szívinfarktust, sztrókot és vakságot is okozhat a magas vérnyomás. A probléma Magyarországon is egyre több embert érint, sokan azonban nem tudnak róla, mert nem okoz tüneteket. A szakemberek szerint évente legalább egyszer mindenkinek meg kellene méretnie a vérnyomását. A következő hetekben erre hívják fel a figyelmet. Május ugyanis a vérnyomásmérés hónapja. Ez 163 per 85. Vagyis ez magasabb, mint az ideális 140 per 90-es érték. A Batthyány téren egész nap egy szűrőbusz várta a járókelőket. Gyarmati Sándorné otthon is rendszeresen méri a vérnyomását. 88 éves vagyok, és félek, hogy nehogy agyvérzést kapjak, vagy valami más bajt. Ugye a vérnyomás meg a cukor együtt az nagyon eléggé veszélyes. Május a vérnyomásmérés hónapja. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy keressék fel a házi orvosukat, és rendszeresen ellenőriztessék a vérnyomásukat. A hipertónia Magyarországon mintegy 3,5 millió embert érint, közel 1 millióan azonban nem tudnak róla, mert a magas vérnyomás sokáig nem okoz tüneteket. Kevés olyan tünet van, ami nagyon jellemző a magas vérnyomásra, de mindenki, akinél gyakori fejfájás van, vagy látási zavarok jelentkeznek, különösen, hogyha ez valamilyen stresszhez tartozik, vagy fizikai terhelésre jelentkezik valamilyen ilyen jellegű panasza, az gondoljon arra, hogy lehet, hogy a vérnyomásával van gond. De ennél sokkal fontosabb az, hogy ha felnőttek vagyunk, elmúltunk 18 évesek, akkor legalább egyszer méressük meg a vérnyomásunkat szabályosan, ahogy azt meg kell csinálni, és akkor utána annak megfelelően rendszeresen kontrolláljuk, mert nagyon esetleges a tüneteknek a kialakulása. A kezeletlen magas vérnyomás súlyos betegségek előidézője lehet, szívinfarktust, sztrókot és vakságot is okozhat. Az a 140 per 90 fölötti hosszas vérnyomásértékek, az a szív- és érrendszeri megbetegedések egyik legfontosabb kockázati tényezője, azaz a koszorúsérbetegségeknek, a neurológiai problémákat okozó nyaki ütőérbetegségeknek, illetve az alsó végtagi verőérbetegségeknek. A hipertónia örökletes betegség, de a kialakulásában a mozgásszegény életmód, a dohányzás vagy a túlzott sóbevitel is meghatározó szerepet játszik. Éppen ezért az elmúlt években több olyan intézkedés is született, amely a rizikó tényezők csökkentését segítik. Most az élelmiszeripar és az élelmiszerre hadd koncentráljak, van elvárás sótartalom szempontjából a különböző élelmiszerek felé. Nagyon komoly elvárás az, hogy a magyar kenyérnek a sótartalma csökkenjen. Tehát, hogy a mindennapi kenyerünk valóban a mindennapi egészségünket hordozza, és ne betegséget hordozzon leginkább. A másik része pedig az a közétkeztetési jogszabály, ami 2014 óta sóplafon tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a közétkeztetésben résztvevők számára milyen ételeket kell biztosítani, és ennek mennyi lett a maximális sótartalma. A jogszabályok betartásával azonban még akadnak problémák, mondta az államtitkár. A következő egy hónapban számos helyen tartanak majd ingyenes vérnyomásmérést. A helyszínek a Magyar Hipertónia Társaság honlapján is megtalálhatók. 3 nap több mint 50 ingyenes program. Ez az idei Óbuda napja számokban. A kerület ünnepét 13. alkalommal rendezik meg. A főtéren és a Szentlélek téren, valamint a Békés-megyeri Csobánka téren május 4-éig egymást váltják a koncertek, gyerekprogramok és a kiállítások. A Kerekes Band, a Csík zenekar és az Intim Torna illegális fellép majd. A rendezvényhez a kerületi múzeumok is számos kísérő programmal csatlakoznak. Új kampányt indít a Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség, hogy a változó kamatozású hitelek helyett minél többen válasszák a fix törlesztésű hiteleket. A hitelintézetek 3 ütemben küldenek tájékoztató leveleket az ügyfeleknek. Elsőként július 15-éig a leginkább veszélyeztetett, mintegy 15.300 ügyfelet értesítik, hogy fontolják meg kölcsöneik átváltását fix kamatozásúra. A KSH eddig feldolgozott adatai szerint tavaly 8%-kal nőtt a lakás eladások száma. Az új lakáspiac részesedése megközelítette a teljes forgalom 5%-át. Az árak is tovább nőttek. A fővárosban átlagosan 28,7 millió forintba került egy használt lakás. Ez 4,3 millió forinttal több, mint 2017-ben volt. Elindult a Beethoven Budán Fesztivál. 8 helyszínen 18 koncerttel várják a zenekedvelőket egészen május 7-éig.
zongora és mandolin különleges játékával nyitották meg a Beethoven Budán Fesztivált az első kerületben. Alon Soril és Michel Csálka közös koncertjén Beethoven több eredeti műve is felcsendült, amelyeket mandolinra és billentyűs hangszerre írt. Emellett Beethoven két cseh kortársának egy-egy műve és Bartók Román népi táncok című kompozíciója is elhangzott. A fesztiválnak az is sajátossága, hogy azért szeretjük, hogyha külföldi vendégeink is vannak, úgyhogy most egy nagyon különleges hangzás és hangszerek mutatkoznak majd be. A fortepiano mellett mandolin fog játszani, és ezen Beethoven korai művei csendülnek majd fel. És egy olyan vendég művészekkel dicsékedhetünk most, akik egyébként a Beethoven Fesztivál hírének hallatára maguk küldték el a portfóliójukat, és jelentkezték, hogy egy ilyen jellegű koncerten, vagy egy ilyen jellegű fesztiválon ők nagyon szívesen részt vennének. Maros Miklós szerint a Beethoven Budán Fesztivál nem csak azért fantasztikus, mert életben tartja a zeneszerző szellemiségét és zenéjét, de általa olyan különleges és talán kevésbé ismert hangszereket is megismerhet a közönség, mint a mandolin. Ez a fesztivál mégis annyira egyedülálló és speciális, mert itt megmutatja a Beethovennek azokat a ismert darabjait is, amik miatt a közönség bemegy egy hangversenyterembe már eleve. Ugyanakkor megismerhetünk olyan darabokat, amik gyakorlatilag ismeretlenek, mint például a mai este, olyan hangszeren, amit nagyon kevesen hallanak, mert valahogy a mandolin nem fér bele a mai hangversenyterembe. A május 7-éig tartó fesztivál ezúttal is számos zenei programot kínál az érdeklődőknek. Nagy várakozásom van a Hagyományok házában felcsendülő popzenei átiratok, vagy popzenei feldolgozásokban. Benkő László és Balázs Fecó fognak a saját zenei világukból és a klasszikus zenei világból hozni példákat, kiegészülve Szakcsi Lakatos Bélával és a Rajkó zenekarral, tehát ez egy egész különleges elegye lesz a zenei improvizációknak. Különlegesnek ígérkezik az a klasszikus kétzongorás zenei improvizációs est is, ahol Szilasi Alex és Király Csaba fognak megadott dallamokra rögtönözni, improvizálni. Nyilván nagy várakozás előzi meg az emlékhangversenyt, mert az az eredeti helyszínen, a Várszínházban csendül majd fel Baráti Kristóf és Perec Mihály előadásában Beethoven zongora, hegedű zongora szonátái. A tavalyi nagy siker után az első kerület idén is megszervezte a budavári Beethoven Budán zeneszerző versenyt, amelynek nyerteseit a rendezvény gála estjén hirdetik ki. A Beethoven Budán Fesztivált idén 20. alkalommal rendezték meg, arra emlékezve, hogy a zeneszerző 1800. május 7-én a Várszínházban adott koncertet. A fesztivál részletes programját a beethovenbudan.hu oldalon olvashatják. Képemlékek. Ez a címe a Galéria 12 új kiállításának. A tárlaton Szamos Iván grafikus művész különleges alkotásaiból láthatnak válogatást. Handlé, Kofa, Jampec, Macskajaj. Mielőtt alternatív művészfilm fesztivál vetítéseire gyanakszanak, elmondjuk, hogy Szamos Iván grafikus művész legfrissebb alkotásainak címeiből soroltunk. Az ezekből készült kiállítást a Galéria 12-ben nyitották meg. Kovács Lajos alpolgármester ez alkalomból is az ide került alkotások szélesebb körű bemutatását szorgalmazta. Elmondhatjuk, hogy mi a Hegyvidéki Önkormányzat is amatőr művészpártolók vagyunk, hiszen nem a magas kultúrát próbáltuk sohasem finanszírozni, hanem azt a kultúrát, amely kézzel fogható és eljut a lehető legtöbb kerületi emberhez. Ezért galériát nyitottunk az elmúlt években, nem is egyet. Örülök neki, hogy az elmúlt évtizedben a Galéria 12 is ennek a kulturális láncnak egy olyan élő elemévé vált, mondhatnám hónapról hónapra megújulva és megtöltve élettel és energiával itt az utcát, amire büszkék vagyunk. Az alkotót, Szamos Ivánt egyik legjobb barátja, Füles is köszöntötte a tőle megszokott vidámsággal. Tóth József a most nyílt tárlat alkotójának nevére egy kis etimológiai elemzést is készített. Azt mondja, ez. Hát ez olyan egyszerű, csak tessék ránézni, ez egy szerény ember. Szerény. Szamos szerény. Azon kívül, ha arra gondolunk, hogy ezt a kiállítást körülbelül egy fél év alatt hoztad össze, az összes képet, három hónap alatt csinálta az összes képet, utána jön, az azonja, most tudtság, mint a Feledi Balázs, belenéztem, alapos,
mert ha végignézzük, ez fontos, én mondtam a Széláginak, ez a fotószakma, egy link szakma. Tudnilik, kattogtatunk össze-vissza, na de ő nem tud kattogtatni, ezeket a képeket meg kell csinálni. És ezek rendkívül alapos munka, és nagyon sok vajúdás van, emögött én ezt látom, és fantasztikus, ahogy ő ezeket felépíti, most meg kicsit beavatta engem, hogy ez hogy kell. A fél évszázada a kerületben élő és alkotó Szamos Iván grafikus művész Képemlékek című tárlatát május 25-éig nézhetik meg a Galéria 12-ben. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n is visszanézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!